megújult az Ürgemezei tó és környezete. Jól fogyott a kukoricakása a Puliszka fesztiválon. Vegán ételkülönlegességek az Egészségnapon. Boxgálát rendezett a Paksi Sportegyesület. 4 gólos győzelmet aratott a Paksi FC2. Önök a Telepaks keddi híradóját látják. Jó estét kívánok! Befejeződött a munka, megújult az Ürgemezei tó és környezete. Zárt rendszerűvé építették, így a talajvízváltozása nem okoz már problémát. A tóba napokon belül látványos, megvilágított szökőkutak kerülnek. A talajvíz mozgása miatt hol túl magas, hol túl alacsony volt a vízszint. Előfordult, hogy a tó melletti padokat távolabb kellett helyezni, mert bokáig ért a víz, ha leültek rá. De arra is volt példa, hogy a víz már nem is nagyon látszott a tófenéken, csak az iszap. A tó karbantartásával megbízott DC Dunakon plusz Kft. És az önkormányzat úgy döntött, az Ürgemezei tó felújítása elkerülhetetlen. 8 évvel ezelőtt csináltunk egy tisztítást ezen a tavon. Az úgy történt, hogy leszivattyúztuk a tűzoltók segítségével a vizet, ekkor a teljes körű iszap taranítása történt meg a tónak, akkor mintegy 6-7 évig bírta, és most újra iszaposodott, újra történt az, hogy nem élvezni lehetett, hanem inkább a bűzállattatóból. Augusztusban indult, és szűk 5 hét alatt fejeződött be a rekonstrukciós munka egy dunaföldvári szakcég közreműködésével. Zárt rendszerű tóról van szó, fólia borítást kapott a tó, körülbelül a vízfelület olyan 2800 négyzetméter, van 3000 köbméter víz benne. A vízállás az különböző, a 1,5 métertől a 60 centiig különböző. A biológiai egyensúly miatt, meg esztétikai szempontból is fontos, hogy legyen vízmozgás, ezért 2 szökőkút található benne. A jelenleg működő kutak csak átmeneti megoldásként szolgálnak. A terven szereplő végleges szökőkutak napokon belül megérkeznek, különleges látványt biztosítanak majd az arra sétálóknak. 6-8 órát fog működni, ezt majd közösen megbeszéljük, mikor lenne a legoptimálisabb, illetve van egy olyan funkciója is ennek a szökőkútnak, bízom benne, hogy rövid időn belül működni fog, hogy megérkeznek a szórófejek, akkor egy speciális világítás fog egy időkapcsolóval működni, és szép fénybe fog látszódni a több, talán 8-10 ágú szökőkút, tehát dizájnos lesz. A tó környezete is megújult a beruházás keretében. Újra festették a hidat és a tó körüli utcabútorokat, ahol szükséges volt, cserélték a padokat, hulladékgyűjtőket. Az Ürgemezei tó rekonstrukciója 24 millió forintból valósult meg. Székelyföld egy kis szeletébe kóstolhattak bele szeptember 10-én a látogatók az első Puliszka fesztiválon. A kukoricakását népszerűsítő rendezvényen tánccsoportok is felléptek, illetve kézműves foglalkozásokon vehettek részt az érdeklődők. Hagyományteremtő szándékkal rendezte meg az Erdélyi Magyarok Tolna megyei egyesülete az első Puliszka fesztivált. A székelyítet azzal a céllal hozták el a paksiaknak, hogy népszerűsítsék a helyi lakosok körében. Úgy gondoltuk, hogy Erdélynek egy szeletét, egy hagyományból egy darabot bemutatunk ezáltal, hiszen a puliszka egy egészséges életmód, és azzal kapcsolatos kaják készülnek itt, és úgy szerettük volna, azt szeretnénk ezzel elérni, hogy Paks városa és környékbeli lakosság megismerje a puliszkás étrendet. Számtalan formában és ízben készítették el a puliszkát. Tejföllel tálalták a sós, szalonnás hagymás, jutúrós, füstölt sajtos és a gombás rakott variációkat. Az édes ízeket belői megkóstolhatták a szilvalekváros sült változatot, és megtudhatták, hogyan készül az úgynevezett medvepuliszka. Lesz később mákos puliszka torta, úgy is hívják, hogy medve puliszka, azt úgy kell elképzelni, hogy egy kis gombócot formázunk puliszkából, beletesszük a sajt, a túrót, összegyűrjük és gretáron szénen megsütjük. Ezen kívül lehet hagymatokányt tenni puliszkával, a puliszka itt a köret szerepét tölti be, akár csak mind a pörkölt esetében lesz egy jó tokány vagy pörkölt és mellé a puliszka. A székely ételeket a résztvevők finom erdélyi borokkal, rideg pálinkával vagy csikisörrel öblíthették le, de volt még székely csokoládé és házi sajt is. A fesztiválra Erdélyt és hagyományait bemutató könyvekkel települt ki a Városi Könyvtár. Az intézmény ingyenes beiratkozást biztosított a rendezvény ideje alatt. Burgonyás pogácsa, sajtgolyó, káposztás, füstölt fasírt, többek között ilyen vegán ételkülönlegességeket kóstolhattak az érdeklődők az Egészségnap Paksért című rendezvényen. A program részeként előadások, egészségügyi vizsgálatok és frissítő torna is várta a résztvevőket. Az Eleki Életmód Központ a testi és lelki egészség megőrzésével, illetve az egészséges életmód oktatásával foglalkozik. A szakemberek egy napra Paksra érkeztek, hogy a helyi lakosokkal is megismertessék módszereiket. A paksi lakosság is minél szélesebb körben megismerje ezeket az elveket, és ne csak mint elveket, hanem gyakorlatot, hogy kóstolják meg, és aztán gyakorolják. Terjedjen ez el. Ételkóstolóval is készültek a szervezők. Többféle húsmentes fassírtot és pástétomot, brokkoli csírát, szójasajtgolyót és teljes kiölésű kenyeret készítettek, kizárólag növényi összetevőkből. A bemutatón feltállalt ételek nem csak a szemet gyönyörködtették, a látogatók a különleges ízvilággal is elégedettek voltak. Finom az íze, nem ettem még ilyet soha, az az igazság. Olyan, mint a zsíros csisrán egy kicsit, de biztos vagyok benne, hogy nincs benne zsír. Az ízeket, ami finommá tesz egy ételt, nagyon sokféle módon elő lehet állítani. Például itt mi is szoktunk hozni az egészség napjainkra egy kolbászfajtát, amiben nincsen hús, nincsen benne koleszterin. Tehát egy szívbeteg is nyugodtan fogyaszthatja ezt a kolbászt, de az íze majdnem teljesen olyan, mint egy megszokott ugyan magyaros kolbász. Délután az Életmód Központ orvosai egészségügyi szűréseket végeztek. Megmérték az érdeklődők testsúlyát, vérnyomását, tesztelték a tüdő kapacitását és a szívteherbíró képességét. A vizsgálatuk után szakorvos elemezte az egyéni eredményeket, a résztvevőket pedig személyre szabott tanácssal látta el. Idén is megrendezik a Böcő versenyt Gerjenben. A horgászversenyre évről évre többen neveznek, már a környező településekről is vannak indulók. A megmérettetés a Gerjeni Kompöbölben lesz október 15-én. A rendezvényen a horgászok egy ügyességi versenyen is összemérhetik a tudásukat. Az eredményhirdetést követően a nap egy közös ebéddel zárul. A programról bővebben a település honlapján olvashatnak. Rövid hírek a folytatásban. Körülöttünk élő természet címmel nyílt fotókiállítása Nemes Andrásnak. A tárlat hivatalos megnyitója szeptember 20-án 18 órakor lesz a Kulturális Központ kiállítótermében. A kiállítást Baba István fotós nyitja meg, melyen közreműködik a Szaggató zenekar. Befejeződött a Puszta Hencsei Orvosi Rendelő felújítása. A munkálatokra a település pályázat útján nyert 25 millió forintot, amely a kivitelezés 95%-át fedte le. Az épületen teljes energiaracionalizálást hajtottak végre, kicserélték a nyílászárókat, az elektromos hálózatot, valamint a tető is teljesen megújult. A felújításról bővebben a holnapi Híradóban számolunk be. Közmeghallgatást tart a Német Nemzetiségi Önkormányzat. Az esemény célja, hogy a paksiak a képviselőtestület előtt tegyék fel közérdekű kérdéseiket és javaslataikat. A fórumot a Német Nemzetiségi Önkormányzat klubhelyiségében tartják. A rendezvény szeptember 14-én lesz 16 órakor. Paks Kupa néven 17. alkalommal rendezett boxgálát a Paksi Sportegyesület a Deák Ferenc általános iskola tornacsarnokában az elmúlt hétvégén. A hazaiak végül 6 arany, 1 ezüst és 2 bronzéremmel zártak. Csapatban a Kaposvár mögött a második helyen végeztek. Az ökölvívás szerelmesei biztosan emlékeznek még a nagymúltú atomkupákra, azonban az idő haladtával átértékelődött az amatőr box Magyarországon és Pakson is. Régen erős, Rimóci, Bognár, magyar lépett szorítóba zöld-fehér színekben, mára inkább a fiataloké a küzdőtér. De a hagyományokat ápolni kell, így 17. alkalommal rendezték meg a Paks kupát a Deák Ferenc általános iskolában. Ha jól emlékszem, a 17. Paks kupa, ugye régen, ezt már sokszor nyilatkoztam, hogy régen ugye a Atom kupa volt, de hát az egy nagyon nagy verseny volt, ugye több ország válogatottak, a Paks kupa az szintén nemzetközi, csak hát nem olyan nagy volumenű. Egy román csapat az minden évben jön, tehát van egy olyan kapcsolatunk, hogy mi minden évben megyünk, ők jönnek, egy nagyon jó kis kapcsolat. Győrben is nagy múltja van az amatőr ökölvívásnak. Ha nem is a Győri Dózsa képviseli már a Rábaparti várost, a kis gladiátor akadémisták próbálnak az elődök nyomdokaiba lépni. Szeretem ezeket a kétnapos versenyeket, szeretünk idejönni Pakson, a versenyek jók, főleg, hogy idáig sikerült győzelmet elérni, és ma is szívesen várjuk a mérkőzéseket. Hányan érkeztetek egyébként? 13-an jöttünk, abból 10 versenyzővel érkeztünk. A Paks kupával bővebben a Híradót követő lelátóban foglalkozunk majd. Jelena Richárd 4 góljával 4-0-ra győzött a Paksi FC2 a Szent Lőrinc ellen az MB3-as bajnokság 6. fordulójában. Osztermájer Gábor együttese a középcsoport 7. helyén áll. Nehéz mérkőzés volt a mai. Egy jó Lőrincet láthatunk most vendégül. Hát nekem igazából az első, az jobban tetszett az összes többinél. Úgy érzem, hogy jól játszottunk, megérdemeltük a mai győzelmet. Jelena Richárd már a második percben megszerezte a vezetést a Paksi FC2-nek, megadva az alaphangot a Szent Lőrinc elleni mérkőzésre. Az összecsapáson ugyan a zöld-fehérek domináltak, de a látogatók büntetőt is hibáztak. A PFC2 a folytatásban helyzetek sokaságát dolgozta ki, de a koncentrációval bizony akadtak gondok. Osztermájer Gábor a szünetben rendet tett játékosai fejében, így a fordulás után már valóban közönségszórakoztató meccs zajlott a Fehérvári úti stadion center pályáján. A Budapest honvédtól a nyáron érkező Jelena a 49., a 62. és a 85. percben is betalált, góljaival végleg eldöntve a 3 pont sorsát. A végeredmény Paksi FC2 Szent Lőrinc 4-0. Az Atomváros második számú egylete az MB3 középcsoportjának 7. helyén áll. A találkozót követően Reit Róbert, a vendégek vezetőedzője nem kívánt nyilatkozni, ezért a paksi tréner hosszabb értékelése következik. Rögtön a második percben sikerült gólt szerezni, aztán utána volt még egy-két lehetőségünk, leindulási lehetőségünk, amivel nem értünk, sőt a fél idő vége fele is volt lehetőségünk, közben az ellenfél kijött egy 11-est, egy kicsi zavar volt nálunk, nem úgy futballoztunk, ahogy kellett volna. Fél időben rendeztük a sorokat, kicsit a kényelmi állapotból kimozdítottam a játékosokat, vagy ennek köszönhetően itt a második fél időben pedig ilyen sziporkázó játék kerekedett ki ebből. Szép gólokat rúgtunk, gratulálok a csapatnak. Attól függetlenül a Szent Lőrincet mindig jó csapatnak tartottam, és most is ezek után is ennek fogom tartani, ez egy ilyen győzelem lett. A Ricsinél MB1-ben folyamatosan kóstolgatják MB1-be, tehát úgy, hogy beteszik, tehát ez egy jó dolog azért, hogy és másnap tud teljes mérkőzést játszani. Itt sikerélménye van, ő egy nagyon fiatal játékos, mert a mai napig még ifikorú játékos, nagyon jó fizikai adottságokkal, és látom azt, hogy őnál ez talán teli találat volt, hogy a Paksot választotta, teljesen simul az ő hozzáállásához, mentalitásához. A Paksi FC2 a következő játéknapon Gyulán vendég szerepel. A mérkőzést szeptember 18-án vasárnap 16 órakor rendezik. Hajnalban néhol zápor, zivatar kialakulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14-16 fok között várható. Szerdán a napos idő mellett erőteljes lesz a gomoly felhőképződés. Estig elszórtan előfordulhat csapadék, akár zivatar is. A szél általában mérsékelt marad, de zivatarok környezetében megerősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-29 fok között alakul. A box gáláról láthatnak bővebb összefoglalót a most következő lelátóban, emellett Hanyási László mesteredző értékeli cselgáncsozóink riói olimpiai szereplését. Maradjanak velünk, további szép estét!